Regerigó. Na hát, mennyi autó érkezett? Vajon mi épül most? Ez egy nagyon érdekes munkagép. Kíváncsi vagyok, hogy vajon mire kell majd használnunk. Hűha! Nagyon-nagyon tetszik! Nézzük csak, hová valóak az alkatrészei. Ez hova való vajon? Ide jó lesz előre. Ezt meg hátra fogom tenni. És el is készültünk vele. Na hát. Haladunk az úton, csak hogy utunkat állták szerszámok. Ne legyenek már szétdobálva, hát hogy néz ez így ki? Összeszedjük őket gyorsan. Ez a híd meg valahogy sehogy sem jó így. Össze kellene rakni. Meg kell találni, hogy melyik pillér melyik oldalra való. Már csak a közepe hiányzik. Itt is vagyunk, jó sziklás a hely. Áhá, ezért kellett a munkagép. Azért, hogy összetörje ezt a sziklás talajt. Nagyon szuper, kíváncsi vagyok, azt a hatalmas sziklát is össze tudja törni. Hát azt meghagyta. Hoppá, piros a lámpa. Hadd menjenek át a gyalogosok. Na most pedig nyomás a műhelyekhez! Le kell szedni a rozsdafoltokat. Ezzel meg is vagyunk. Na, fessük is újra. Azt hiszem, hogy ide kell egy kis sárga festék. De ez már bonyolultabb, mert ide szép is kell. Oda pedig mind a kettő. Na, meg is van a következő munkagép. Azt hiszem, hogy vele fogjuk majd a hatalmas sziklát elbontani. Mindent tegyünk szépen a helyére. Itt a hidraulikus kalapács. Tankoljunk! A zöld színre lesz szükségünk. Jó üres volt a tankja. De most már mehet. Megbírkózol ezzel a hatalmas sziklával, te kis jármű. Hú, nézzétek csak! Nem is egyszerűen csak lebontja, hanem még készít egy ilyen nagyszerű kis sima alapot. Hogy megfaragja. Itt az ideje, hogy ő is hazatérjen. Egy vasúti átkelő. Milyen gyorsan megy a vonat.
meg kell mosni a járművünket. Rengeteg habra lesz most szükség. Eléggé koszos lesz. Le is kell dörzsölni a savat. Csak úgy magától nem jön le. Aztán egy kis tiszta vízzel megszabadulunk a habtól is. Na, ugye milyen jó lett? A buldózer következik. Alig várom már, hogy összerakhassuk. No, itt van. Tegyünk mindent a helyére. Ez ide lentre kerül. Az meg elé. Már csak egyetlen eleme hiányzik. Na, akkor nyomás! Szépen haladunk az úton. Ó, egészen idáig, mert itt vannak hatalmas farönkök az úton. Kicsit segítünk a dolgnak. És ahogy elszállította őket, mi is mehetünk. Még egy akadály. Itt éppen a lámpát javítják. Lefelé húzzuk ezt a kart. Így fogunk segíteni, hogy a szerelő elérkezzen. A buldózer előkészíti a talajt. Megszabadult az összes kis szikladaraktól. És persze, ezekről a kulcsomagról. Na, itt egy folyó, de a híd éppen felemelkedik. Kell várni, amíg átmegy a hajó. Egy kis türelem, és már suhanhatunk is tovább az úton. Egyenesen a javító műhelybe. Csű! Micsoda rozsdafoltok! Na, szedjük le őket! Éppen újra festjük. Nagyszerű. Akár újkorában. Egy platós teherautó. Szinte biztos, hogy vele valami nagyon érdekes dolgot kell majd szállítanunk. Mihelyest összeraktuk. Mindent a maga helyére. Hogy? Nagyon szépen haladunk. Mindjárt kész. Na, ezt hova rakjam? Ó, jaj, itt nem lesz jó. Sem pedig itt. Ide alulra kerül. Kiválasztjuk a kék színt, és feltöltjük üzemanyaggal a tartályát. Nem is kevés üzemanyaggal, látjátok, teljesen üres volt. Na, lássuk, mit szállít a...
Nagyon szép téglákat. Hű, nagyon érdekes. Ez egy kemencének tűnik. Vajon mi épül majd itt? Piros a jelzés. Szépen átsétálnak a gyalogosok. Most pedig indulhatunk. Lemossuk az autót. Hát, ez nagyon koszos. Lesikáljuk a rengeteg sarat. Hát ez nem kis munka lesz. Még mindig saras. Vannak rajta kis sárkoltok, de amint lemossuk tiszta vízzel, szerintem a helyén lesz minden. Targonca. Na nézzük, hogyan is kell összerakni. Megszámoljuk az elemeit. Hány elemből épül fel? 1 2 Hát mondjuk ez nem idevaló, hanem előre. 3 4 Pontosan, 5 elemből kellett felépítenünk. Na, még egy nagy szikla. Ehhez a fűrész nem lesz elég. Ide csákány kell. Micsoda homokkupac, de vajon ki hordta ide? Ez az első tökéletes eszköz lesz arra, hogy eltüntessük az útból. Itt is vagyunk, mi lehet a dobozban? Jaj, de kíváncsi vagyok, nyissuk ki! Azaz, kibontjuk. Látjátok ezt? Szerintem kovács műhely fog itt épülni, de majd meglátjuk. Targonca most hazafelé tart. A vasúti kereszteződésnél megállunk. Itt jön a vonat. Na mi legyen, mosás vagy javítás esetleg? Szerintem a rozsdafoltokat kell eltávolítani. Ezek nem tesznek jót egyetlen járműnek sem. Éppen lecsitoljuk. Na még oda egy kis testünk. Újabb teherautó. Hát tegyük oda a kerekét. Ennél mindegy, hogy melyik kerék hova kerül, mert ugyanakkorák. Hát ez hamar el fog készülni, azt hiszem. Már csak az utolsó eleme hiányzik. Ami nem ide kerül, hanem lentre. Tankoljunk! A sárga színt kell kiválasztani. Ha?
szemek. Helyben is vagyunk. Jó sok építőanyag érkezett. Elkészült a házi kúváza. Jöttek eszközök is a kovács műhelybe. Szerszámok is. Nagyszerűen fest. Na nyomás haza, teherautó. Hát de ne hajts a folyóban, és csak emelkedik a híd. Hát is ért a hajó. Leeresztik a hidat, aztán indulás. Ráfért már egy szép mosás. Jaj, de sok habot kell most ide tennünk. Nagyon-nagyon koszos lesz. Le is görzsöljük. Vajon hogyan sikerült így összekoszolnia magát? Mindegy, mindjárt letisztítjuk. Még egy kis víz is kell. Csillog, villog! Újabb teherautó. Na nézzük. Ezt nem is lesz nehéz összerakni, mert csak ebből a négy elemből áll. Oda egy kerék, meg ide egy kerék. És mindjárt meg is vagyunk vele. Ez tényleg egyszerű volt. Hoppá! Zöldségek az úton. Paradicsom, répa, káposzta. Na, zöldre váltott a lámpa. Köveket hozott a teherautó. Lássuk, hová fogja tenni. Kőből lesznek a falak. Nagyszerű választás. Megállunk, amíg piros a lámpa, addig sajnos egy picit várni kell. Na, hová menjünk most? Menjünk a műhelybe. Hűha! Hatalmas rozda folytok! Nem semmi, ezek után a festés is beletelhet egy időbe. Egy kis zöld festék ide előre. Hátra megyünk a... Egy darús kocsi. Na, ezt hova tegyem? Ennek meg már csak itt maradt hely. Keressük csak meg. Ennek talán ott lent lesz a helye.
Ennek pedig elől. Ez ide alulra jön. Tökéletes! Ez az emelő daru karja. Őt pedig ide hátulra tesszük. Kiválasztjuk a kék színt. Teljesen üres a tartája. Nagyon sok üzemanyagra van szüksége ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Még ezek a csövek. Nézzük, hová fogják tenni. Úgy tűnik ez a szellőző rendszer. Arra bizony szükség is van egy kovács műhelyben. Lehet indulni hazafelé. Hát a sorompók leereszkedtek, és érkezik a vonat is. Csak ennyit kellett várni, igazán nem olyan nagy dolog. Kezdődhet a móka! Irány az autómosó. Nem semmi. Jól sok koszt le kell mosni. Alaposan megőrzsüljük. Jöhet egy kis víz. Micsoda? Ez egy tűzoltó autó volna. Csak nincs valami baj. Nagyon gyorsan szereljük őt össze. Nagyon-nagyon tetszik. Igazán szép kis tűzoltó autó. Sokára elkészülünk vele. Na menjünk, nézzük meg, mihez kezd az építkezésen. Ó, jaj! El kell tenni ezeket a hatalmas foágakat az útból. Csak nem. Két ajtaja is hiányzik az autónak. Ez az első ajtaja, ez pedig hátra jön. Na most már mindketten mehetünk tovább. Megint itt vagyunk. Áhá, füstérzékelőket is hozott a tűzoltó autó. És nézzétek csak, mindent, ami a tűzoltáshoz szükséges lehet. A hídnál megállunk, hiszen piros a jelzés.
ahogy elment a hajó, leereszkedik a híd, mi pedig haladhatunk tovább. Lehetünk megszerelni a tűzoltókocsit. Leszedjük a sok rózsát. És újra festjük, hogy mindenhol megint szép piros lehessen. Nagyon szép lett. Újabb darus kocsi. Számoljuk meg, hány elemből kell összeépítenünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, és ott van még egy. Nyolc. Ez a nyolcadik eleme volt. Tankolás következik, most a piros színt kell kiválasztani. Hiszem, hogy a tetőt fogja feltenni a helyére. Milyen magasra fel tudja emelni? Végzett is. Áhá, nem egészen. Hiszen oda még nem tette fel a tetőt. Az eresek is a helyükre kerültek. Sőt, nézzétek! Jöttek ablakok. És egy ajtó. Már is milyen szép ez az épület. Megállunk, piros a jelzés. Mindjárt zöldre vált. Na, indulás! Menjünk, mossuk le! Le kell dörzsölni a sátort, csak úgy magától bizony nem fogja jönni. Le is öblítjük tiszta vízzel. Micsoda érdekes munkagép. Nézzük meg közelebbről. Ő egy útépítő munkagép lesz. Rakjuk szépen össze. Mindent a helyére illesztünk. Hűha, sok érdekes elemből áll. Most jön az utolsó.
Jaj, ne, valaki szétdobálta a szemetet. Gyorsan összeszedjük, ez így csak nem maradhat. Egy kecske! Szevasz, kecske! Nincs kedved enni egy kicsit? Úgy. Helyére került az aszfalt, amit most szépen lesimít nekünk egy úthenger. Meg kell állnunk. Piros a jelzés. Átrobog a vonat. Menjünk a javító műhelybe. Ezeket a csúnya rozsdafoltokat illendő volna eltüntetni. És újra is festjük, ahol lecsiszoltuk. A szép új festést. Nagyszerű! Már csak kettő jármű várakozik. A következő a piros pikáp lesz. Gyorsan rakjuk össze. Hová tegyem ezt a kereket? Ide inkább? Legyen ott. Ez meg akkor hátra kerül. Minden gyorsan a helyére teszünk, és indulhat is a munkába. Na még itt ezt a platós részt is. A zöld színt kell kiválasztanunk a tankoláshoz. Hát itt vagyunk, és a pick-up hozott növényeket, és követ. Az utolsó simításokat végzi az épület körül. Ez is fontos munka, látjátok mennyivel szebb lett így? Nagyon-nagyon dolgos kis autónk van. Csodaszép! Meg is érdemelte, hogy hazatérhessen a garázsba pihenni. Itt is pihenhet egy kicsit, mert most várakoznia kell. Betérünk még egy kis mosásra. Nem semmi, hogy lesz ez ilyen koszos? Jó alaposan le kell mosnunk, mert látjátok, még vannak ott hátul is sárfoltok. Most már jó lesz, már csak le kell öblítenünk. De szép lesz! Itt is van az utolsó jármű. Egy újabb teherautó.
szereljük össze gyorsan. No, ez hamar megvolt. Itt az utolsó eleme. Egy nagy víztócsa. Hát ezzel a kislapáttal nem tudom, mihez kezdhetnénk. Tegyük inkább vissza a csatornafedőt. Ezt a kart lefelé húzva, a hidat is leengedhetjük. Meghozta a kovács műhelybe a szükséges eszközöket. Nézzétek csak, begyújtanak! Már ott lobog a tűz. Azt hiszem, kezdődhet a munka kovács műhelyben. Ú, ott az izzó vas. Nem semmi, mi lesz belőle? Lehűtik. És kezdődött valami kis címer! Újra itt vannak a munkagépek. Nagyon vidámnak tűnne. Megünneplik, hogy nagyszerű munkát végeztek. Ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok! Ha pedig több hasonló videót is szívesen néznétek, iratkozzatok fel a csatornára!